helyezkedjél el vagy fekvő helyzetbe, akkor javaslom a hullapózt, savászanát, vagy olyan ülőben, amiben fél órát tudsz ülni, úgyhogy ne mozdulj meg lehetőleg, vagy széken helyezkedj el úgy, hogy a hátad lehetőleg ne támaszkodjon meg, hanem egyenes gerinccel üljél a székbe, lehetőleg a comb és a lábszár derékszögbe legyen. Ha közben esetleg nehézséged lesz, akkor változtassa a testhelyzetet, nyugodtan tedd meg. Ha megtaláltad azt a helyzetet, amiben el tudsz lazulni, óvatosan csukd be a szemedet, és behuny szemmel kezd el tudatosítani, ahogy vagy. Érezd a bőrödet. Ahogy körbevesz és biztonságot ad. Érezd magadon a ruhádat, ahogy meleget ad, és biztonságot. Ha betakaróztál, érezd a takaródat. Kezd el megfigyelni a légzésedet, ahogy történik. Ne szabályozd, csak figyeld meg. Használd a tanú tudatosságát. Érezd a levegő áramlását az orjáratba. Érezd a levegő útját, ahogy súrolja a nyálkahártyát. Figyeld meg a köldököd egész hasad mozgását. Aki gyakorlott, érezheti a rekeszizom mozgását is. Ahogy kitágul a has minden irányba, legjobban a köldöknél, és ahogy visszahúzódik, légzésben minden irányból. Ha tudsz, rekeszizom légzéssel lélegezzél. Ha nem ismered a rekeszizom légzést, csak hagyd, hogy történjen a légzés. Te csak legyél tanulja, aki megfigyeli. Érezd belégzésnél, hogy töltöd magad, és kilégzésnél, hogy megszabadulsz fölösleges dolgoktól, kioldódnak. Vigyeld meg a légzést úgy, hogy tudomásul veszed, ahogy történik. Ne avatkozzál bele. Csak hagyd. És kezd ellazítani a homlokodat.
gondolj arra, hogy ellazul, kisimul a homlokod. Kioldódik belőle a feszültség. Figyeld meg, hogy ezt milyen érzés kíséri. Ellazul a jobb szemöldököd, és lazul a bal. Jobb felső alsó szemhéj lazul, és ellazul a bal felső alsó szemhéj. Lazul a jobb szemgolyó szemizmok, lazul a bal szemgolyó szemizma. Lazul az orrod. Lazul a jobb orca. És lazul a bal. Felső ajak lazul. És lazul az alsó. Lazul a jobb oldali rágóizom, és lazul a bal oldali rágóizom. Lazul a fejtető, jobb halánték, és lazul a bal halánték. Lazul a tarkó, és az egész fej. Merülsz, mélyülsz, tágul a tudatod. Ellazul a nyakad és a gége. Tovább kúszik a lazasága. Gerincedbe. Ellazul a jobb vállöv. Jobb váll, jobb felkar lazul, lazul a könyök, alkar, csukló, lazul a készfej, és a tenyér, üvelykúj lazul, mutató, középső, gyűrűs és a kisúj. Mind az öt kézúj tovább lazul. Új zületek, új hegyek lazulnak. Lazul a bal vállöv, bal váll, bal hónaj, ellazul a bal felkar, könyök hajlat, alkar, csukló, készfej, és a tenyér lazul, lazul a hüvelykúj, mutató, középső, gyűrűs, és ellazul a kisúj. Mind az öt kézúj tovább lazul. Új ízületek,
új hegyek lazulnak. Lazul a jobb lapocka, és lazul a bal. Hát jobb oldala, és a hát bal oldala lazul. Lazul a jobb fenék, és lazul a bal. Mindkét fenék tovább lazul. Lazul a jobb kúszcsont, és lazul a bal. Mellkas jobb oldala, és a mellkas bal oldala lazul. Az egész mellkas tovább lazul. Most a tudatossággal lép be a mellüregbe, érezd, vagy lásd jobb oldalt, felső, középső, és az alsó tüdőlebenyedet. Tudatosítsd, lásd bal oldalon, belső és az alsó tüdőlebeny. Tudatosítsd, ahogy tágulnak és visszahúzódnak, ahogy befogadják és kifújják a levegőt. Érezd az alveolusokat, ahol történik a légcsere, ahol nagyon fontos a nyálkahártya, az izom, az összehúzódó és táguló képesség. Érezd ezt. Érezd a tüdőd egészséges mozgását. Figyeld meg a szívedet. Bal oldalon. Érezd, ahogy légzés és a szívműködés összekapcsolódik. Teszi a dolgát, keringeti a vért, eljuttatva mindenhová, ahol szükség van rá. Lazítsd el a köldöktájat és az egész hasadat. Lazítsd az alhast, szeméremcsontot és a gátat. Lazítsd el a nemi szerveket is. Az egész medence lazul. Lazul a jobb csípő, csípőizület, jobb comb, tért-tért hajlat, tért kalács lazul, lábszár és a vádli, lazul a boka, sarok, talp, és lazul a lábfej. Lazul a jobb nagy lábúj, második új, középső, negyedik új lazul, és a kis új. Mind az öt lábúj tovább lazul. Lábújizületek, lábújhegyek lazul. Lazul a bal csípő, csípőizület. Bal comb lazul. Tért-tért hajlat, tért kalács. Lazul a lábszár és a vádli.
lazul a boka, sarok, talp és a lábfej. Bal nagy lábúj lazul, második új, középső, negyedik és a kis új. Mind az öt lábúj tovább lazul. Lábújizületek, lábújhegyek lazulnak. És most vidd a figyelmedet a két szemöldököt közzé. És képzelj ide egy teli holdat. A teli hold ezüstös fénye beragyogja az arcodat. Ragyog a teli hold a torokban, a szívtájékon, a köldök tájékon, és ragyog a teli hold a gáton is. És a teli hold ezüstös fénye körbevesz, egy holdfény mandalát képez körülötted. És a hold energiák a gyógyulást, a regenerációt segíti, és teljes védelmet adnak. Áramlik a légzés, áramlik a tudat, pásztázd így végig magadat a hold mandalán belül, a fejed búbjától a kéz és lábujjakig, és ahol esetleg feszültség, merevség, görcsösség van, ott lélegezz ki, vidd oda a kilégzést, old ki, és lazulj tovább. Egyre mélyebben vagy a testtudatosságba. Megnyílik a testednek azok a mélysége is, amelyek ebbe a megváltozott tudatállapotba hozzáférhetőek lesznek. Kezd el érezni az immunrendszeredet. Az idegrendszered után ez a legbonyolultabb rendszer. Segít abban, hogy jól működő egész legyél. De neked is tenni kell érte. Figyelj oda a táplálkozásodra. A táplálékkal bevitt pránikus energia elegendő legyen. Figyelj oda arra, hogy az immunrendszernek a legnagyobb nehézség, ami fölborítja az egyensúlyát, hiszen ez egy bonyolult rendszer, a félelem, a szorongás, a kilátástalanság, elkeseredettség, kiszolgáltatottság. Az immunrendszer és idegrendszer összekapcsolódva biztosítja a harmóniát benned, és biztosítja az egészséget. Biztosítja azt, hogy az immunrendszer teszi a dolgát és megvéd téged. Összerendezi a védekezést. Időbe jelez, felkészül, és ha szükséges, megsemmisít, hogy visszaálljon az egyensúly, az egészség, hogy egészséges legyél, és egész.
Nagyon fontos pozitív gondolat, a biztonságérzés és a szeretet. Hogy legyél elégedett. Ne gyűjtöges értelmetlen, fölösleges dolgokat. Gondold végig, hogy mire van szükséged, és mire nincs. Mennyire terheled magad, és mennyire pihensz meg. Hogy őrzed a harmóniádat. És most lépjél kapcsolatba a gyógyító erővel, ami ott van benned. Eddig is a rendelkezésedre állt, és sokszor segített. Képzeld el ezt, adj neki lehetőséget, hogy képileg, vagy érzésileg, vagy gondolatilag megjelenjen neked a gyógyító erőt. Csak figyelj befelé. Lépjél vele kapcsolatba. És kérd meg a gyógyító erőt, hogy kapcsolódjon az immunrendszerhez ebbe a nehéz időben, amikor szüksége lesz esetleg arra, hogy az idegrendszer és immunrendszer és a gyógyító erő összekapaszkodva biztosítsa a harmóniát és az egészséget. Pásztázd végig a testedet, és kérd meg a gyógyító erőt, hogy mindenhol, ahol szükség van rá, ott fejtse ki hatását olyan mértékben, amiben a leginkább segíti a harmóniát. Segítsen kioldani félelmeket, szorongásokat. Bízz rá magadba, saját belső összerendezettségedbe. Használd ezt. Kövesd, ahogy ez történik benned, ahogy működik a gyógyító erő, az idegrendszer, ahogy összekapcsolódik az egész testeddel, tesszük a dolgokat harmóniába. Engedd ennek át magadat, hogy a gyógyító erő eljusson oda, ahol szükség van rá, és kifejtse a hatását. Éld ezt át. Gondold végig, hogy tudod ezt segíteni. Hogy tudod áramoltatni a szeretetet, az elfogadást, az adást. Hogy ezek egymás segítve erősítsenek. Erősítsék a pszichédet, erősítsék a testedet, az immunrendszeredet, a hormonális rendszeredet, az egészlegességedet és az egészséget. Egyre mélyebb harmóniába kerüljön magaddal. Figyelj arra, hogy kapcsolódsz a külvilághoz. Hogy kapcsolódsz a szabályokhoz, amelyek téged szolgálnak. Hogy tudod megőrizni az egyensúlyodat, az értékeidet. Hogy tudsz segíteni a környezetednek, szoros és tágas környezeted. Készülődj a karácsonyra.
éld meg egyre mélyebben a szeretetet, az elfogadást, a barátságosságot, és az együttérzést azok iránt, akiknek erre szükségük van. És adjál, adjál minél többet. Áramoltasd a szeretetet. Magadban és környezetedben. Erősítsd az immunrendszert, és az idegrendszeret. Éld meg, ahogy áramlik a légzés. Teszi a dolgát. Ahogy dobog a szíved, teszi a dolgát. Ahogy áramlik a vér benned, hogy eljusson mindenhová, amire szüksége van a szervezeted. Egyre mélyebben add át ennek. Hagyd, hogy a holdenergiák működjenek, megvédjenek, és segítsék a regenerációt. Tegyék a dolgokat. És most kapcsolódjál egy kicsit a szívcsakrához, ami a szedcsont mögött van. Ahol a szeretet, a lényeglátásod, a barátságosság, az elfogadó képességet és sok más pozitív tulajdonságot. Picit engedd bele magad a szívcsakrád csendjébe. Éld ezt át. Lassan indulj el innen a szívcsakrából. Indulj el a tudatosság felé. Tudatosítsd a testi érzéseket. Érezd újra, hogy légzel. Óvatosan old föl a holdfény mandalát körülötted, de mindig veled lesz a holdnak az energiája. Gyógyító képessége. Mozgasd meg a kezedet, lábadat, billegtesd meg a fejedet. Tedd össze a két kezedet, törzsöld össze a tenyereidet, és melegítsd a szemhéjadat, szemgolyódat, arcodat. Nyisd bele a szemedet a tenyered sötétjébe. Engedd be lassan, óvatosan a fényt. És gyere vissza az éber állapotba. Frissen, kipihenten, jó közérzet.